Emlékszem, Özsönénél azt mondtam, hogy kérdeztem egyszer tőle, hogy Vios nénye, hát mindig fölvették a sejem, nagy sejemkendőt, meg a kis sejemkendőt a templomba. Fő, hát. Télen majd még fagytunk benne, nyáron meg majd meg sütünk benne. Minorics Jánosné, öcsényi népi iparművész sárközi szőtteseket készített 20 éven keresztül, hagyományos technikával, sárközi minta és színvilággal. Juliska néni a Sárpilisi Népi Együttes tagjaként megtanulta a néphagyomány, azaz a népdal, néptánc, népviselet tiszteletét, szeretetét. 1960-ban Öcsénybe költözött, és a Sárközi Házi Ipari Szövetkezet tagjaként, szövőként dolgozott. Mindent tud, amit a sárközi népviseletről tudni lehet, gyűjti ismeretanyagát, őrzi eredetiségét, készíti egyes elemeit. Tudását pedig igyekszik átadni a fiataloknak. Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban egy igen érdekes előadással egybekötött ruhabemutatót tartott. Elhoztam ide a fejdíszeket, a lányok, nagybársonyát, a menyasszony fejdíszt, a vőlegény bokrétát, a tekerődző bíboros konypántlikás főkötőt, amit sárközben a gyermektelen fiatalasszony viselt. Aztán van itt egy tülkös párta, hét tülkű, és egy keresztelői fékötő, amit egy kislánynak készítettem. Aztán vannak hímzések, a fekete anyagra a fehér hímzés, ez a főkötő hímzés, amit a nők viseltek, a paritja főkötőt és a szabott főkötőt, ez mindig fekete anyagra és fehér hímzéssel készült, de van egy-két darab, ami színes hímzéssel is készült, ez már a későbbi időkben. A Pilisi Elemérféle hímző tanfolyam, amikor volt, ott nagyon sok hímzést megtanultak az asszonyok, ez a főkötő hímzés egy nagyon munkás, aprólékos, nagyon sok öltéstechnikával készülő hímzés, de gyönyörűek. Ebből készítettek a férfiaknak nyakkendőt. Aztán van a színes hímzés, a jegykendő, amit ugye a lány hímzett jegyváltáskor, a vőlegényének, tehát az eljegyzéskor, valamint a bíborvéghímzés, ami ugye a főkötőhöz, konypántlikás főkötőhöz és a tekerődző bíbor végül is, ami egy fehér anyag, tehát ez ahhoz tartozik. Aztán van az ingújhímzés, abból is hoztam egy darabot, amit itt megmutattam, hát ezek ugye nagyon szép színbe készültek. Ezeket a fonalakat természetes anyagokból, tehát növényekből vonták ki, és így festették a fonalat. Ezek az ingúj hímzés is olyan, de viszont ott fekete fonállal is hímeztek, és gyapjú fonállal. Aztán hoztam egy pár gyöngyöt, amit megmutattam itt, meg hát az öltöztetés maga, ugye egy tekerődző bíboros újmenyecske viseletet öltöztettem itt föl. Sejemkendőkkel, ugye a csafringgal, a hátpántlikával, a bíbortűkkel, ami hát egy nagyon szép viselet. A ruha az 1880-as évekből való. Két sor piros pántlika, ami díszíti, és az alján 4-5 soron ilyen kék, zöld, piros ilyen islang, amit ma flitternek neveznek, és aranycsipke. A köténye körűrostos, piros szíves körűrost van rajta, és hát nagyon szép a röpije is, az más anyagból készült, mert az öcsények szerették, ha vagy a kötény, vagy a röpi nem abból az anyagból készült, amiből a szoknya. Hát ezek a kis különbségek, amiket úgy elmondtam és bemutattam itt a kedves hallgatóságnak. Hát én nagyon szeretem a viseletet, amellett a szövést, a szőttest, a rostkötést, a fejdíszek, ezek mind az én munkáim. Az öt sárközi falura gondolok, akkor nagyon kis eltérés van. Mondjuk a ruha formája az megegyező mindegyik faluba, de viszont vannak kis különbségek, kis másságok, ahogy öregjeink mondták. Például olyan, hogy az öcsények a bőinget, azt kívülre teszik a szoknya fölé, tehát, és a kötényel elő lefogják. Decsen viszont beletűrik a szoknyába. Aztán alsonyéken pruszlikot viselnek. Tehát nagyon kis különbségek ezek, de úgy is mondták másságok. Az, amit maguk a nők, hogyha mondjuk egy olyan helyen összejöttek egy lakodalomba, ahol ugye azért 3-4 faluból jöttek össze, meg tudták mondani, ez bátai, ez alsonyéki, vagy éppen sárpilisi. De
De a kendő kötés sem mindegyiknél. Például a bátélyek egy kicsit másképp kötötték a kendőjüket, az asszonyok, ugye? És ezek a másságok, amik szépek, és ezt meg kell tartani. A sárközben a nők családi állapotát mindig a fejdísz határozta meg. Tehát a lány hajfonása, csipkés haj, azt egy szappanos vízzel készítik. Például a decsiek nem csipkés hajat készítettek, hanem budjantott hajat. Na, ez is egy különbség. Na viszont, ha a férhez ment, akkor már nem fonhatta lányosan a haját, nem csináltathatott csipkés hajat, mert az ő fejdísze a főkötő volt, vagy kendővel kötötte be a fejét. Na most akkor, amikor még a tekerődző bíbort használták, ugye az új menyecske fejdísze volt, a gyermektelen asszonyé, az első gyerek születésig viselhette a tekerődző bíbort. Mikor megszületett a gyermeke, akkor le kellett, hogy vegye a bíbort, a bíbortűt, a hátpántlikát, a csafringot, ami hozzá tartozott. Ő már konypántlikás főkötőbe mehetett templomban, mert ezek a színes, drága sejmek, ezek templomi viseletek voltak. Na most itt is az asszonyok hajfonása olyan volt, hogy két oldalt a fül mögött befonták a hajat, és koszorúba föltűzték, és ugye kendővel kötötték le a fejüket. A lány kendőkötésénél hátul kint a kendősarka, míg az asszonyi le van kötve hátul. Én úgy érzem, hogy ha az öregek, azok az idős asszonyok nekem átadták a tudásukat, miért ne adjam én is át? Hiszen így megy tovább.